szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, illetve a kedves televízió nézőket. Sarkadváros önkormányzata képviselőtestületének 2016. május 26-ai soron következő nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy fő hiányzását, ókérő képviselőtársak hiányzása mellett 10 fővel jelen van, tehát a képviselőtestület határozat képes. Napirendi pontjaink a meghívóban szerepelnek, illetve május 25-én került kiküldésre az 5-ös számú napirend aktuális pályázatokkal, a 6 per A napirendhez egy interpelláció, valamint a 6 per I napirend állásfoglalása Magyarországot érintő kényszerbetelepítésről, és a 6 per J napirend tulajdonosi hozzájárulás megadása energetikai fejlesztéshez, illetve 26-án került kiküldésre, nyilván az adhok bizottság döntését követően az átülés napirendi pontja, amely döntés városi kitüntetések adományozásáról, itt természetesen csak a talentum kitüntetésekről van szó, a többi kitüntetés kapcsán majd később dönt a testület, illetve a jelen ülésen megkapták a bizottsági ülések kivonatait. Hozzászólás van ehhez? Nincs, aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Első napirendi pontunk jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, hagyományos napirendi pontunk. Ebben néhány pontot szeretnék kiemelni, illetve némi kiegészítést tenni. A 10-es pontba írva vagyon, hogy május 11-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett az önkormányzatok a település közlekedés biztonságának növeléséért című pályázat keretében közlekedésbiztonsági díjak átadására került sor, és a városok kategóriájában önkormányzatunk, azaz Sarkadváros önkormányzata kapta meg az elismerést a település közlekedés biztonsági érdekében végzett kimagasló tevékenységéért. Egyébként az átadó ünnepség Budapesten a Művészetek Palotájában volt, ahol az önkormányzat nevében dr. Vas György alpolgármester úr vette át ezt a díjat, ami itt található, illetve az ehhez kapcsolódó oklevelet, ami különösen felemelő érzés, hiszen a városok kategóriájában Sarkad kapta meg ezt a címet, és a pályázati kiírás kapcsán pedig az derült ki, hogy a kiíró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ebben az önkormányzati ciklusban, a szűk 2 esztendőben tett közlekedésbiztonsági tevékenységeket országosan Sarkad város tekintetébe ítélte a legjobbnak, és mi kaptuk meg ezeket, vagy ezt az elismerést és ezt a díjat. Ez a pályázat nem csak annyival járt, hogy ezeket a díjakat megkaptuk, hanem bizonyos eszközöket is fogunk kapni. A polgármester úrnak rendelkezésre áll ez a lista, vagy felolvassam én? Jó. Tehát a hétfői napon fognak megérkezni az alábbi eszközök, közlekedésbiztonsági védőfelszerelések, láthatósági mellények, kerékpáros bukósisakok, küllőprizmák, karpánt, kresszpálya elemek, minikresztábla, ehhez kapcsolódó táblatartó, talpasoszlop, burkolati szalagok, jelzőlámpák, gyalogos átkelőhely, bója, terelőkúp mérettől és kivitelőtől függően, illetve közlekedési eszközök, gyermekkerékpár érkezik többféle méretben, összesen 6 darab, illetve 5 roller, ez mind 6-tól 12 éves korig, tehát általános iskolások fogják használni ezeket az eszközöket, és nyilván ehhez kapcsolódó használati és módszertani útmutató, úgyhogy ezt majd egy kis ünnepség keretében át fogjuk adni az általános iskolás gyermekeknek. Én azt gondolom, hogy ennek is van hozadéka, és hát a sarkadi általános iskolák régóta híresek arról, hogy a megyei közlekedésbiztonsági versenyeken is szép eredményeket érnek el. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati közlekedésfejlesztési projekteken és pályázatokon túl nagyon fontos az, hogy a gyerekek is elsajátítsák a biztonságos közlekedésre vonatkozó ismereteket. Tehát ez lett volna az egyik kiegészítés. A másik kiegészítésem a 11. ponthoz kapcsolódik. Ugye tudjuk, hogy tavaly ősszel
Dr. Pintér Lajos házi orvosunk nagy sajnálatunkra elhunyt, és ugye egy évig van lehetőség 100%-os finanszírozás mellett a körzet vitelére, és azt is tudjuk, hogy a dr. Méves Piroska megoldott ennek a körzetnek a vitelét azzal, hogy kért a testületet, hogy következő hónap elejétől vegyük át most már a körzetet, nyilván még október végéig 100%-os finanszírozással. Ugye az ezzel kapcsolatos intézkedések, döntések meg is születtek, és ez rendben is lesz a következő hónap elejétől. Viszont ugye tudtuk azt, hogy november 1-től beáll az az állapot, amikor, hogyha nem találunk házi orvost, akkor 60%-os lesz csak a körzet finanszírozása, azaz az önkormányzatnak 100 000-ekkel kell havonta zsebbe nyúlni a praxis működtetése érdekében. Éppen ezért ugye a magunk részéről már az elmúlt időszakban is azon gondolkodtunk, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amikor tudjuk, hogy milyen orvoshiány van, és tudjuk, hogy közel 500 olyan település van az országban, ahol házi orvos sincs, illetve ennyi praxis nincs betöltve, hogyan szerezzünk házi orvost ide Sarkadra. Alpolgármester asszony egyik kapcsolatának köszönhetően azt gondolom, hogy siker történet lesz ebből az ügyből, hiszen egy dr. Trombitás Anna Mária volt itt nálunk a elmúlt hetekben, tárgyaltunk, elmondtuk a lehetőségeket, és elsőjén vissza fog térni hozzánk, hiszen úgy döntött, hogy szeretné betölteni ezt a praxist. Én bízom benne, hogy így is lesz, nyilván mindenbe támogatjuk. Egy fiatal, agilis és nagyon jó indulatú, nagyon jó szándékú szakemberről van szó. Én azt gondolom, hogy Sarkad városa nyerni fog vele. Üdvözlöm Tóth Imre képviselőtársamat, és megállapítom, hogy teljes létszámmal van jelen közben a képviselőtestület. A 14-es ponthoz szeretnék annyi kiegészítést tenni, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nél jártunk Budapesten a napokban, jobban mondva május 18-án a polgármester úrral és a műszaki osztály vezetőjével, annak okán, mert kezdeményeztem, hogy hosszú évek óta, évtizedek óta a Kossuth utcán található volt rendőrség ingatlan, ugye tudjuk, hogy állami tulajdonban, ott áll funkció nélkül az enyészeté, és azt gondoltam, hogy jó lenne ezt megszerezni a város javára. Elindítottuk az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, azt tudni kell, hogy háromféle mód van ennek a megszerzésére. Az egyik az ingyenes tulajdonszerzés, ez olyan ritka, mint a fehér holló, hiszen mindenféle szándék, állami szándék abba az irányba vezet, hogy forgalmi értéken kell ezeket az épületeket értékesíteni. Egy hónapon belül, ha megfelelő eljárásán mentén meg is fogjuk kapni az ingatlan forgalmi értékét, amit követően dönthetünk arról, hogy megvásároljuk-e azon, vagy kérjük az ingyenes tulajdon megszerzését, erre igen kevés esély van. El is mondták, hogy a kormány egy esetben ad erre engedélyt, hogyha Európai Uniós pályázathoz van szükség bizonyos ingatlanra. Nyilván ezen is gondolkodunk a kollégákkal, illetve a harmadik lehetőség az a vagyonkezelésbe vétel, amely nyilván ingyenes. Annak annyi hátránya van csak, hogy ugye nem szerez tulajdonjogot az önkormányzat, és ha beruházásokat hajt végre ezen az ingatlanon, akkor fennáll annak a veszélye, hogyha később valaki tulajdonjogot szerez rajta, akkor ezeket a beruházásokat, illetve ezek értékeit nyilvánvalóan senki nem fogja megtéríteni. Egy dolog biztos, hogy közfunkciót kell adni az épületnek bármilyen esetben, de én azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk oldani, úgyhogy rövidesen jelentkezünk ebben a témával, mint ahogy a hídelemek ügyével is, ez szintén ugyanez a szervezethez kapcsolódik. Egy következő programpont volt a 23-as, itt csak annyit szeretnék kiemelni, hogy ugye lezárult nemrégiben a 3 éves 500 millió forintos teljes kistérségre kiterjedő gyermekesélyprogram, újra kiírásra került a pályázat. Az elsőkörös konzultációkra sor is került az anyag tanulsága szerint, és ismét egy 500 millió forrás áll rendelkezésre a kistérség számára, némi változásokkal, hiszen most már 5 éves programról van szó, és ennek az előkészítése folyik a érintett ágazati minisztérium, illetve az általa kijelölt szervezetekkel összefüggésben. Szeretnék még néhány dolgot kiemelni, amelyet az anyag nem tartalmaz, hiszen egyrészt tegnap került sor
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének új kígyósi ülésére, ahol a Gémesi úr is itt volt. Számos érdekes dologról beszéltünk. Nyilván ezekben nem mennék bele, hiszen ez még a jövő zenéje, de azt gondolom, hogy a önkormányzatok számára az elkövetkezendő időszak rendkívül sok érdekességet tartogat a reformok kapcsán, ha csak az oktatásra, a közétkeztetésre, a közfoglalkoztatásra, a számlavezetésre, vagy éppen a könyverésre, vagy a járási hivatalokkal kapcsolatos tulajdon átadásokra gondolok, de nyilván ez a jövő dolga még, ezt akkor fogjuk meglátni. A közfoglalkoztatás kapcsán azért szeretném elmondani, hogy kivétel nélkül az a tapasztalata a polgármestereknek, amit egy helyi példán keresztül is szeretnék bemutatni, hogy ugye arról beszélünk, hogy mekkora a munkanélküliség. Ez egyrészt igaz is, hiszen statisztikai adatokkal alátámasztható. Ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, Churchillnek az a híres mondása, hogy csak azt a statisztikát hiszem el, amit én hamisítottam. De tény, ami tény, ugye 1000 fölött van sarkon és az álláskeresőknek a száma. A valós helyzet viszont az, hogyha mondjuk egy sarkadi üzem, és konkrét példát mondjak, nevezetesen a cipzárgyár, nem szakképzett munkaerőt betanított, maximum 8 osztályos végzettségű, de nyilván lehet ennél több is, aki akar dolgozni, embereket keres, és hála Istennek ugye a város legnagyobb adófizetője 15 millió forintot fizet be egy évbe helyi iparűzési adóban, és közel 200 főt foglalkoztat, annyi megrendelésük van, hogy kellene még felvegyenek létszámot, és ugye most is minimum 20 főt szeretnének felvenni, és hiába jelenik meg akármilyen hirdetés a sarkadi lapon keresztül is, amit mindenki megkap, éppen címoldalon még a várossal együttműködve, és hiszen érdekünk a munkahelyteremtés, a jelentkezők száma nulla. Ezt követően leülünk a járási hivatallal, illetve a foglalkoztatási osztályal annak érdekében, hogy az általuk nyilvántartott nagy számú álláskeresőt milyen rendszer szerint közvetítsék ki a céghez. A szomorú tapasztalat, amit egyébként más polgármesterek is elmondtak, a következő. 90 főt első körbe kiközvetítettek, a 90 főből meg is jelentek 35-en, tehát a többség arra se vette a fáradtságot, hogy kimenjen a közvetítésre, nyilván ezzel vállalva a vonatkozó állami szankciókat is. Tehát 90-ből 35 ember volt, egy harmad, aki egyáltalán megbozdította a fülebotját. A 35-ből 6 ember vállalt el az állást, és a 6-ból munkára végül is 3 jelent meg. Tehát 90 emberből 3 ember vállalta a munkát. Ez a szomorú magyar valóság. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem több százezer forintos fizetések vannak, de betanított munkáról van szó, 8 osztályos végzettségről, nettó 90 ezer forintról, illetve plusz havi 22.800 forint nettó állami támogatásról, ugyanis ha közfoglalkoztatásból áttér ide, akkor van egy ilyen állami ösztönző eszköz is. Nyilvánvalóan ez nem vonzó valakik számára. Innestől kezdve felmerül az emberbe a gondolat, és mondom, ez nem csak Sarkadon van így, hanem Gyulán is, illetve a megye más részein is, hogy hiába van lehetőség, ezzel nem kívánnak élni, tehát igazából motivációs, meg mentális, meg egyéb problémák is jelen vannak. Hát nyilván azért tudjuk, hogy közfoglalkoztatás keretében van pozitív példa is. Nagyon sok kiváló kollégánk van, közfoglalkoztatottként is, de azért el kell mondjam ezt a tendenciát is, amit jó, hogyha látunk. Illetve egy záró gondolat még, a mai napon két rádió interjút kértek tőlem Békés Csabán, egyrészt a Csaba Rádió, másrészt pedig a Rádió 1 meg a Rádió kapcsán, ahol módon volt összegezni, hiszen alapvetően a fejlesztéseket kívánták boncolgatni, hogy milyen fejlesztési terveink, elképzeléseink vannak. És ugye sokszor mondtuk már, hogy az elmúlt másfél esztendőben közel 3-3,5 milliárd forintnyi beruházást fejeztünk be, zártunk le, ami azért korábban egy-egy ciklusra volt jellemző, vagy még ennyit sem lehetett elérni. Nyilván minden történeti korszaknak vannak saját jellemzői.
az előző időszak azért gazdag volt a pályázati lehetőségekben, de az tény, hogy egy év alatt, másfél év alatt ennyi beruházást le tudtunk zárni és be tudtunk fejezni. Most pedig számba vettem, hogy a képviselőtestület döntései alapján csak ebben az esztendőben ez idáig egy 4,5 milliárd forintnyi fejlesztési pályázati mennyiséget nyújtottunk be, vagy fogunk napokon belül benyújtani. Én azt gondolom, hogy ez a 4,5 milliárd forintnyi szám magáért beszél. Bízunk abban, hogy sikerül mindet nyerőre vinni, de hát nyilván, hogyha ennek nagy része nyer, az is egy nagyon nagy érték. Úgyhogy röviden ennyi kiegészítést szerettem volna tenni az egyes anyaghoz. Kérdezem, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás van-e. Ha nincs, akkor szavazhatunk, aki az egyes anyagot elfogadja, kérem készfelnyitással jelezze. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Kettes napirendi pontunk. A közalapítványok kuratóriumi felügyelőbizottsági tagságának áttekintése, valamint az önkormányzat által alapított közalapítványok tájékoztatója tevékenységükről. Tudjuk, hogy jelenleg 3 ilyen közalapítványunk van. Az anyagot jegyzőasszony készítette elő, övé a szó. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket. Kérem önöket, hogy a Sarkadváros Egészségért közalapítvány vonatkozásában az előterjesztést, illetve majd a közalapítványnak a tájékoztatóját a kuratóriumi tagok vonatkozásában szíveskedjenek úgy érteni, hogy dr. Pintér Gabriella már nem a kuratórium tagja, a képviselőtestület 2015. 6. hó 25-i döntése alapján helyette Kovács Erzsébet Edit került kijelölésre tagként. Kérem, hogy a határozati javaslatok egyes pontjában szereplő határozati javaslatnál eredeti előterjesztésként szíveskedjenek kezelni azt, hogy dr. Schiffel Teréziának megköszönjük a kuratórium elnökeként végzett munkáját, illetve a kuratórium tagjaként őt a képviselőtestület kijelöli. Köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítést. Akkor itt ezen napirenden belül, mielőtt még megyünk a konkrét beszámolókra, kérdezem a képviselőtestületet, hogy a jegyzőasszony által elkészített anyaghoz van-e hozzászólás. Ha nincs, akkor találkozunk itt 3 határozati javaslattal. Aki ezeket elfogadja, kérem készfelnyújtással jelezze. 11-1 hangú. Köszönöm szépen. És hát ezt követi még ugyanezen napirenden belül a 3 közalapítványunk tevékenységéről szóló beszámoló. Nyilván tudjuk, hogy van, amelyik alapítványnál kisebb lehetőségek vannak, van, amelyik alapítványnál nagyobb lehetőségek vannak. Azt gondolom, hogy a város szempontjából fontosak ezek a közalapítványok, hiszen bizonyos pályázatokon keresztül, vagy éppen vállalkozói támogatásokon keresztül ez egy kedvezőbb konstrukció. És hát a magam részéről én minden kuratóriumi elnöknek, tagnak, illetve a szervezetekhez kapcsolódóan munkát végző embereknek hálás szívvel szeretném megköszönni a tevékenységüket, hiszen mind a 3 közalapítvány kapcsán önzetlenül végzik a tevékenységüket, legyenek kuratóriumi tagok, vagy éppen a felügyelőbizottság tagjai. Úgyhogy ezért hálával tartozunk. Kérdezem a testület részéről, van-e bármelyik anyaghoz hozzászólás? Ha nincs, szavazhatunk. Aki szerintem szavazhatunk egyszerre, ha nincs kifogás, aki mind a 3 közalapítvány beszámolóját elfogadja, kérem készfelnyújtással jelezze. 11-1 hangú, igen. Köszönöm szépen, és akkor mehetünk tovább. Következő napirendi pontunk a 3-as beszámoló az önkormányzat keretében végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Köszöntöm körünkben Sási Ildikó intézményvezető asszonyt, a KHSK részéről kérem, hogy foglaljon itt helyet, illetve a hivatal részéről a Forrainé Nagy Mária ügyintéző, aki ezt az anyagot előkészítette a Sási Ildikóval egyetemben. Őt is kérem tisztelettel foglaljon itt helyet mellettünk. És meg is kérdezem első körön intézményvezető asszonyt, illetve ügyintézőnket, hogy van-e az anyaghoz előzetesen. Nincs kiegészítés, akkor a testületé a szó. Hozzászólás van-e? Sárközi Sándor. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők.
A beszámolóhoz kérdéseket feltenni nem lehet, mert sajnos valós tényadatokat tartalmaznak. Az ott dolgozók munkájának minden elismerésem is köszönet érte. Köszönjük szépen. További hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor a hozzászólások körét lezárva magam részéről is hálás szívvel szeretném megköszönni mind a KHSK dolgozóinak munkáját, mind pedig a népjóléti vonal munkáját, hiszen az anyagból is látszik, hogy milyen szátágazó rendszert kell működtetni, és hát ugye a mindennapokban tudjuk, akár az ügyfélfogadás keretében is, hogy ez sokszor nem olyan szívet melengető érzés, de vigasztal bennünket az, hogy azért nagyon sok emberen tudunk segíteni a rendszeren keresztül, és talán a gyermekek érdekében ez a legfontosabb. Zárszót kívántok-e tenni? Nem. Akkor köszönjük szépen, aki az anyagot elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. 11-1 hangú, igen. Köszönjük szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Következő napirendi pontunk a 4-es. A 19/2014-es önkormányzati rendelet Sarkadváros önkormányzat a képviselőtestületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletünk módosítása. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem. Az anyag technikai jellegű, van-e hozzászólás? Nincs, akkor szavazhatunk. Aki az anyagot, azaz a rendelet módosítást elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. 11-1 hangú, igen. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Következő napirendi pontunk az 5-ös, aktuális pályázatok. És ugye ennek kapcsán már az egyes anyagnál is ejtettem néhány szót. Köszöntöm osztályvezető urat, Kővári Arnold urat itt mellettem. És hát én azt gondolom, hogy érdemes végig szaladni az anyagon, hiszen látható az egyes pontban, hogy szociális intézmény fejlesztése, felújítása tárgyában a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által fenntartott idősek otthonát szeretnénk fejleszteni számos elképzeléssel, a klimatizáláson át a vizes blokkon keresztül a nyilászáró cseréig részletesen taglalja az anyag. Én azt gondolom, hogy azzal kiegészítve, hogy a topon keresztül pedig itt a Árpád-fejedelem téren kapnának egy jelentős fejlesztést, közel 150 millió forint értékben, én azt gondolom, hogy a kettő együtt már igen jelentős előrelépés. A 2-es pont az önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztéseket célozza, itt alapvetően járdaépítésről és hasonló jellegű tevékenységről lenne szó. A 3-as pontban az önkormányzati étkeztetés fejlesztéséről tudunk beszámolni. Ennek keretében ugye a közétkeztetési intézményhez szeretnénk egy diétás konyhát kialakítani. Megjelent egy újabb topos felhívás, a 7-1-1-es. Ez egy vidékfejlesztési programokhoz hasonló konstrukció. Ugye onnan ki vagyunk zárva, mert 10 000 fő alatt lehet csak azokba pályázni, ezért nyílt meg számunkra ez a lehetőség. De itt is van számos elképzelésünk, azon túl, hogy természetesen úgynevezett ESZA jellegű stratégia készítés, tanulmányok, stb. Kötelező elemeket képeznek ebben az anyagban. Van azért rendesen infrastruktúrális jellegű fejlesztési lehetőség is, nevezetesen ERFA típusú pályázatok. Így lehetőségünk lenne többek között mondjuk a békesétány megújítására, rendezvénytér felújítására, közösségi terek létrehozására, a hivatal, polgármesteri hivatal fejlesztésére, beleértve itt a nagyteremre is, illetve még egyéb olyan célokra, amelyek a jövőben a pályázat benyújtásáig ki fognak kristályosodni, hiszen tudjuk, hogy már többször elmondtam, hogy ez egy top, egy olyan új rendszer, hogy megjelennek a pályázati felhívások, és a pályázat beadásáig még többször átrajzolják őket, sőt van úgy, hogy a pályázat beadását követően is módosítanak célokon és kiírásokon. Nyilvánvalóan itt nekünk a lényeg az, hogy amit csak ebből meg lehet szerezni forrásba, és nagyon fontos, hogy 100%-os támogatás mellett azt szerezzük meg a település javára. Ilyen új pályázati kiírás a topon belül a 3-2-2 is, aminek ugye célja a energetikai fejlesztés.
Már a képviselőtestület döntött arról, hogy energetikai fejlesztésbe benyújtjuk a Gyulai úti általános iskola és a középiskola épületi fejlesztését. Ez most egy más jellegű pályázati felhívás, és egy régi, korábbi partnerrel tervezett fejlesztést tudunk most saját keretek között megvalósítani. Nevezetesen ugye a Sarkadkeresztúri úton van nekünk egy művelési ágból kivont területünk, jobban mondva több is, amelyen meg tudunk valósítani egy olyan napenergiával működő erőművet, egy 500 kW-os erőművet, amely egyrészt belefér ebbe a pályázati keretbe, tehát a 300 millió forintba, másrészt pedig, hogyha 100%-os támogatás mellett megvalósítjuk, akkor számításaink szerint az önkormányzati intézményi elektromos energia szükséglet felét meg tudjuk ezzel a rendszerrel termelni. Ez több 10 millió forintot jelent évente. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos cél. Illetve hát a hatos pont ugye az előkészítői tevékenységekről szól, amelyek nyilván nyertes pályázat esetén majd a pályázatból elszámolhatók, viszont vannak olyan feladatok, amelyeket meg kell előlegezzünk, mert egyébként a pályázatokat nem tudjuk benyújtani. Kérdezem osztályvezető urat, hogy van-e kiegészítése, nincs kiegészítés, hozzászólás van az anyaghoz. Vigykó Pál képviselő úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én a főosztályvezető úr fele szeretnék egy kérdést tenni. Ezelőtt szerintem egy fél éve ezelőtt már ezt a dolgot érintettem, és nem tudom, hogy van-e lehetőség abban az esetben, hogyha ez a pályázat majd fog nyerni, illetve pályázatok fognak nyerni, mégpedig a 7-es, ugye a helyi közösségszervezés városzás, városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva a 9-es oldalon van, és itt vannak olyan témakörök felsorolva, amelyek lehet, hogy fél évvel ezelőtti kérdésemhez kapcsolódva talán tudnának segíteni ebbe, illetve szeretném azt megkérdezni, hogy a helytörténeti, honismereti helyi örökségprogramok, egyebek, tehát hagyományok őrzése és egyebekről is van szó. Nem akarom ezt tovább húzni. Lényeg az, hogy végeredményben én akkor fél évvel ezelőtt a Magyar utcai nádasházról beszéltem, amely tulajdonképpen utolsó nádasháza Sarkadnak, és hát állagmegóvás, vagy esetleg valamilyen dolog van, esetleg az önkormányzat, vagy vételben van-e lehetőség arra, hogy ha ez a pályázat nyer, akkor ezzel kapcsolatban tudnánk-e lépni. Köszönöm. Köszönjük szépen, osztályvezető úr válaszol. Tisztelettel köszöntöm a testületet, a megjelentőket és a tévénézőket. Ahogy a pályázati beemelt szakanyagból kiderül, van lehetőség ilyen típusú fejlesztésekre is. Az épületet egyébként megtekintettük, ismerjük, úgy ítéltük meg, hogy pusztán önkormányzati saját forrásvannak megvásárlása az nem támogatható. Töredékáron gondolta a család értékesíteni, de olyan mértékű avuláson ment keresztül az épület az elmúlt 3 évben, hogyha a tulajdonosok nem fordítanak rá több figyelmet, akkor 3 év múlva már nem lesz épület. Ha a pályázat, a tulajdonszerzést tudja támogatni, akkor én azt gondolom, hogy akár ebben is gondolkodhatunk, bár elsőrendű célja minden esetben a közösségi terek létrehozása. Ez lehet épület, lehet valós időben tér. Egy ilyen magántulajdonú épület megvásárlása és a régi paraszti társadalom mindennapjának bemutatása, akár itt visszamehetünk egészen a kézműiparig, ez akár lehet elsőrendűen kezelendő terület. Az ipartestülettel már egyeztettünk egyébként, hogy ennek a városhoz közelebbi pontján adnánk egy bemutatási lehetőséget. Természetesen ezeket majd a HACS, amelyre ugye a határozati javaslat is szól, fog majd projektjavaslatokat készíteni. Ezt az észrevételt természetesen a HACS elé fogjuk vinni, és akkor majd ebben a HACS fog dönteni, hogyha a HACS támogatja, akkor beemelése kerülhet. Köszönöm. Köszönjük szépen. További hozzászólás van-e? Tóth Imre képviselő úr. Szlogen, sikerre vagyunk ítélve. Én azt mondom, hogy mindaddig, amíg az Európai Unió a pályázati forrásokat egyes beruházási projektekre vonatkozóan látható 80-90 helyenként, nem ritkán 100%-os támogatás mellett, tehát önerő nélkül is támogatja. Tehát mindeddig szerintem is sikerre vagyunk ítélve.
Szerintem rosszul taktizál az az önkormányzat, aki ezt nem használja ki. Szinte semmit nem kell tegyünk érte, míg máskor meg iszapbirkózás ellenére sem volt, gyakorlatilag EU-s vagy magyar állami támogatás elégséges. Ezért szerintem kivétel nélkül minden pontját ennek az előterjesztésnek csak erősen támogatni illik, és minden további olyan pályázatot, ami ennek mentén kerül ide. Két felvetésem van ezzel összefüggésben, bár tudom, hogy nem szorosan ehhez a tárgyhoz tartozik. Az arab egyes pontban gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztéséről van szó, rendben van. Mindig jobb körülmények között legyenek gyermekeink. Nem akartam hozzászólni az előző napirendnél, gyermekvédelmi anyagnál, viszont láttuk, hogy idézőjel, és nem rossz ízzel szeretném mondani, aki statisztikát velem együtt számolt, az előterjesztő számaiból kiindulva is nem ex-has, 10 év futamidő alatt 3000 fővel 10000-ről 7000-re fog csökkenni sarkad összlétszáma, akár úgy, hogy nem születik meg, akár úgy, hogy megszületik, de szavaz, mégpedig lábbal is távozik. Nem feltétlenül sarkadról, hanem ebből a járásból, ebből a megyéből, mert azért része vagyunk egy egésznek. Számomra itt van a szkepszis, a szkepticizmus, és polgármester úr pedig az egyes számú napirendnél utalt arra a sikertelenségre, amely nem az önkormányzat sikertelensége csak, hanem állami, önkormányzati és a többi sikertelenség, hogy a primer munkahelyeken, tehát nem a közmunka keretei között, a versenyszférában volt egy egészen konkrét, plasztikusan érzékelhető kísérlet, és nulla eredményt hozott, 90 fő mellett három állt lehetősége, kirendeltsége mellett három fő állt munkába. Ezért ennél a beruházási soránál említem meg, hogy kár, hogy nincs benne olyan, de ezt tudom, hogy kiírás függő is, még egyszer mondom is, mert új munkahely teremtő programokra lenne múlhatatlanul szükségünk, hogy ne menjenek el és megszülessenek. Mélyen alátámasztja az a kiváló szakmai anyag, amely a gyermekvédelmi oldalról indult el. Én azt indítványoznám, hogy keressük, kutassuk ezeket a pályázatokat. Még egyszer mondom, nem az önkormányzattól függ, hogy ilyen van-e, vagy nincs, csak ha van, akkor azt mindenképp találjuk meg. És szerencsés lenne záró gondolatom, hogyha legközelebb áttekintenénk egy önálló anyagban, hogy mondjuk az elmúlt 4-5-6-7-8 évben, hány a versenyszférába és sarkadon, hány új munkahely települt, vagy mennyi fog most települni, mert hogy igaz az, hogy ezeket a pályázatokat igénybe kellene venni, nem csak az önkormány, arra mindenképp, ebben itt a kompetencia, de olyan kompetenciák mentén is, amelyben esetleg közreműködők tudunk lenni, vagy figyelemfelhívók, vagy segítők, de mások igazából a gazdaság szereplőire utalva a kompetensek. Köszönöm szépen, támogassuk az anyagot. Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor a hozzászólások körét lezárva, Tóth Imre képviselő úr felvetéseire reagálva, én azt gondolom, hogy azért nem olyan könnyű ez a történet, hogy bárki el tud indulni rajta, hiszen éppen néhány hónappal ezelőtt képviselő úr vetette fel, hogy akkora lesz itt a dömping, és olyan kevés a szakember, hogy aggályos az, hogy ezeket a pályázatokat majd be fogják-e tudni nyújtani. Én jelentem, hogy megtaláltuk azt a szakember gárdát, illetve az önkormányzat szakembereivel, hogy minden egyes pályázati kiírásra kiváló pályázati anyagot fogunk tudni, és tudtunk eddig is csinálni. Úgyhogy ez egyrészt egy komoly feladat volt, és ezt abszolváltuk. A másik pedig úgy néz ki azért ez a történet, hogy lehet, hogy 100%-os a támogatás, és mindenki odaállhat, csak nem mindenkinek jut. És itt nagyon nagy szerepe van az érdekérvényesítésnek, illetve az ezzel kapcsolatos képességeknek, hiszen egy-egy pályázati keretnél, például a kerékpáros fejlesztésnél lehet, hogy van 2 milliárd forintos keret, és bemegy 10 milliárd forintnyi igény. Akkor ugye látható, hogy ha az ember nem tud érdeket érvényesíteni, akkor abból nem lesz semmi. Vagy mondjuk a közlekedés fejlesztésnél, amit a Magyar Közút gondozott, és csak ők pályázhatnak, tudjuk, hogy mennyi probléma van megyei szinten. Tudjuk, hogy milyen pici pályázatot lehetett nekik megcélozni, és azt, hogy ezt osztályvezető úrral együtt el tudtok érni, hogy mondjuk az antiúti csomópontban, itt a Gyulai útnál egy körforgalmat több mint 100 millió forint
forintért a bevezető és kivezető szakaszokkal meg tudjanak csinálni, és azt ráadásul úgy tudják beletenni, hogy az nem is igazán javítja az indikátorokat, hiszen úthozba viszont rövidebb, beruházásba pedig nagyobb. Én azt gondolom, hogy az komoly feladat és komoly érdem. Nyilvánvaló ezeknek a pályázatoknak azért van munkahelyteremtő hatása, hiszen számos programnál, főleg a szoft jellegűeknél, most még az anyagban nem is szerepel, hogy egyet kiragasztjak és érzékelni lehessen, mondjuk a gyerekesély program, amiről az egyes napirendi pontban beszéltem, az korábban is egyébként itt Sarkadon és Sarka térségében 40-ennyihány embernek adott 3 éven keresztül főállásba lehetőséget, és több száz embernek megbízási jogviszonyba. De itt a infrastruktúrális beruházások kapcsán is egyrészt munkát ad majd annak, aki kivitelezi a épületet, másrészt pedig ugye bölcsöde vezetőnk például vissza tudja igazolni, hogyha megépül az új bölcsöde, és az nyilván nem 48 férőhelyes lesz, hanem 60, akkor abban az esetben további munkaerőt, szakképzett munkaerőt kell, nem csak hogy tud, hanem kell is, hogy felvegyen, vagy például Közétkeztetési intézmény a diétás konyhával további munkaerőt tud foglalkoztatni a feladat kapcsán. Tehát ennek vannak ilyen vonatkozása is. Nyilván a világot megváltani nem tudjuk, és a gazdasági szféra helyett minden feladatot az önkormányzat nem tud ellátni, de azért azt gondolom, hogy van ennek a történetnek ilyen hozadéka is. Jó, akkor a hozzászólásokat, mivel lezártuk, van-e kifogás az ellen, hogy egyszerre szavazzunk az összes határ? Tóth Imre képviselő, még egyszer. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék egyet érteni az elhangzottakkal, mert azok az úgynevezett evidens szinergikus hatások, hogy egy-egy ilyen beruházás, teljesen mindegy, hogy önkormányzat vagy vállalkozó csinálja, az más vállalkozásokra is, ha más nem ideig, óráig munka lehetőséget ad, ha új munkahelyet nem is hoz létre. Feltéve akkor, hogyha a sarkadi munkákra, és most ha visszanézek 8-10 nagyobb beruházásra, nem elsősorban gyulai, békés, csabai, vésztői, mékeréki, dobozi vállalkozók, hanem zömmel és meghatározóan sarkadiak lépnek be. Ez nem az önkormányzattól függ csak attól is. És abban is egyetértek, hogy nem nélkülözhető az érdekérvényesítés. Ezért az a jó megközelítés, hogy az egyfőre eső támogatások hogy alakulnak Magyarországon és Sarkadon, akkor már egy egész más következtetésre is jutunk, de nem szeretnék. És egyetértek, hogy vannak jó érdekérvényesítők. Mondanék, az vagyunk mi, mondanék néhány gyöngébbet, Debrecen, Székesfehérvár, Felcsút, Gyula. Köszönjük szépen, tehát valóban ugye a közbeszerzések mentén érdekes helyzetek alakulhatnak ki. Ugye éppen még képviselő úr polgármestersége idején volt két nagyon nagy programunk, a kistérségi járóbeteg szakellátó centrum, nem sarkadiak végezték az 1 milliárdos beruházást, vagy éppen mondjuk a gimnázium több mint 300 millió forintos programja, szintén nem sarkadiak végezték a beruházást. Nyilvánvalóan arra kell törekedjünk a jelenben és a jövőben is, hogy erre minél több lehetőség legyen a sarkadi kivitelezőknek. No, tehát van-e kifogás az ellen, hogy a határozati javaslatokat egyszerre szavazzuk? Ha nincs, akkor szavazhatunk, aki határozati javaslatokat elfogadja, illetve nyilván AB variációk esetén a támogatja aláhúzásával, azt kérem kész felnyújtással jelezze. 11 egyhangú igen. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. És térhetünk a 6-os napirendi pontra, a bejelentésekre, azon belül is klasszikusan az első pontunk, 6/A, kérdések és interpellációk. Ugye Sárosi Mátyás képviselő úr tekintetében volt több válaszkötelem. Az első ugye az az, hogy itt az Édentó mellett sokszor leparkoltak a régen Fehérló, aztán Sárga Csikó elnevezésű műintézményhez, aztán nem tudtak kiállni azok a gépek, amelyek adott esetben nem is biztos, hogy mindig közlekedhetnének úgy, ahogy fel vannak szerelve. Nyilván majd a illetékes szervek erre is oda kell, hogy figyeljenek, de az intézkedés ugye elindult ebbe a tekintetben. A másik ugye a dobozra vezető útnak az állapota, szintén megküldésre került országgyűlési képviselő részére. Tudjuk, hogy nem önkormányzati tulajdonú út, hanem az állam feladata és terhe.
ennek a rendbetétele. Illetve még mindig Sarsi Mátyás képviselő tekintetében, ugye a UPC-től kaptunk egy választ, amely úgy szól, hogy a hiba elhárítása folyamatban van, és a jelzett fauszlopokkal kapcsolatos történetekről szól. Kérdezem, képviselő úr, elfogadja a válaszokat? Köszönöm szépen. Illetve Olá János képviselő úrnak volt egy felvetése, ez már az RDF DMS-szal kapcsolatos villanyoszlopok állapota, egyéb dolgok, ugye. Ebben egyrészt jelzik, hogy vannak szükséges karbantartási munkálatok, amit már második fél évre be is ütemeztek a karbantartási tervük szerint, illetve vannak olyan történetek, amelyeket ők maguk szakmailag nem látnak szükségesnek, de ami mégis úgy gondoljuk, akkor forduljunk a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatalhoz. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja így a választ a RDF DMS részéről, vagy forduljunk a illetékes hivatalhoz. Elfogadja. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a partnerség az mindig előrébb visz, és akkor ezek a problémák, hogyha nem is azonnal egy ilyen történetnél, de mégis megoldódnak. És éppen ezért ugye az egyes napirend kapcsán gondolkodtam mondjuk az oktatási intézmények államosítása esetében is, hogy mennyivel jobb gazdái voltak, meg lehetnének az önkormányzatok mondjuk egy általános iskolának, hiszen egy egyszerű példát mondjak, letörik egy WC-tető, akkor azt az önkormányzat 5 percen belül tudja pótolni. Itt meg majd kíváncsi leszek, hogy Budapestről 28 ezer engedélyezést követően 3 hónapon belül sikerül majd egy 500 forintos WC-tetőt beszerezni, meg felszerelni, de hát ez majd a jövő zenéje. Ennyi volt a írásbeli válaszadási kötelem. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy kérdés, interpelláció van-e, dr. Szabó László? Szeretettel köszöntöm a résztvevőket. Én a városi rendőrkapitány úrhoz szeretnék interpellálni, mert ha most kinézünk az ablakon, pont a városházával szembe, méter számra letört csatornát látunk. És a rendezvénytéren esténként én nem tudom, hogy milyen alakok, nem nagy számba, de gyülekeznek, és bizony hangoskodás, dobogás és rongálás zaja hallatszik. Én, ha lehet, azt a tiszteletteljes kérést továbbítanám, és ebben engem támogatnak a idős otthon lakó is, hogy egy rendőrjáról néha-néha jöjjön el esténként ide, és nézze meg, hogy mi zajlik a pont a város legbelső magjába. Én nem akarom tovább a helyzetet dramatizálni, de ha egy-egy járőr időnként megjelenne, nyilván hatásos lenne a jelenléte. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, interpelláció. Mit kopál? Több témában is szeretnék szólni, és kérném türelmüket. Első témám május 1-e. A május 1-i ünnepségek a sportpályán szerintem nagyon jól meg voltak rendezve. Jól szórakozott mindenki, és jól érezte mindenki magát. Ellátás is maximális volt, viszont volt egy probléma, mégpedig a mellékhelységgel kapcsolatos probléma. Gondolkoztam is, hogy szóljak ebbe az ügybe, vagy nem, de azt hiszem az önkormányzat is tud erről, hiszen ilyen nagy rendezvényeknél kinőtte már magát, tehát kicsi az a helység, és hiába a dolgozó, aki ott van és példásan végzi a munkáját, nem irigyésre méltóan. Innentől kezdve számol-e az önkormányzat azzal, hogy később esetleg ezt ki fogja bővíteni, vagy újjáépíti, mert elég elavult állapotban van. Tehát a vizes babról beszélek. A következő, jeleztek többen, hogy a sarkadi, illetve itt a elágazásnál, a mélykerék, illetve keresztúri elágazásnál, közlekedési lámpánál, hogy ugye elég sokszor kiütik a karókat, és ugye sokszor a lámpát is, főleg a nagy járművek, azok kitörik. Lehet köszönhető annak is, és ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy az önkormányzat, hogyha lehetőség van, akkor jelezzen, tudom, nem önkormányzati útról van szó, állami útról van szó, hogy talán, hogyha jobban átnéznék, és a festéket újra festernék az út
illetve a szigeteket, a Jáda szigeteket, akkor lehet, hogy talán egy kicsit kevesebb lenne az ilyen probléma. Harmadik pedig a Városépítő Egyesülettel kapcsolatosan szeretnék egy kéréssel fordulni az önkormányzat fele. Ezelőtt egy 2 évvel azt hiszem, akkor volt egy ilyen cukorgyári nosztalgia rendezvény, ahol megemlékeztek a cukorgyár magáról az üzemről, és hát a bezárásáról, és hát ott elég sokan voltak. Tudom azt is, hogy tehát az előző időszakban volt ez, de mégis azért, amint a Városépítő Egyesületnek képviselője, többször is jelezték már felém, hogy nem lehetne egy olyan megoldást, hogy ahogy hallottuk most, a cukorgyárnál tulajdonosváltás volt, és az önkormányzat segítségét annyiban kérnénk, hogy esetleg leülni egy asztal mellé, és azt a kis táblát, ami egyébként most nagyon méltatlan helyen van, a raktárépületek mellett, hogy azt a főbejárathoz tenni, valamelyik oszlopra, bárhova, ahol végeredményben az jelezi, az a tábla azt jelzi, hogy itt volt és működött cukorgyár. Most egy raktár melléképületnek az oldalán van, és az rendkívül méltatlan helyen van. Köszönöm, ennyit szerettem. Köszönjük szépen. További kérdés, interpelláció van-e? Olá János. Tisztelet, üdvözlök mindenkit. Szintén a Kossuth utca végén, a lámpa csomópontjánál van a cukrászüzem, illetve a kenyérboltnak egy udvar, ahol be lehet oda állni. Aki innen az önkormányzat felől halad arra, nem tud bekanyarodni, csak ha valamilyen úton, módon körbejárja a városközpontot, és nem lehet bekanyarodni. Ennek ellenére mindenki kénytelen megszegni a szabályokat, egy záróvonalat átlépve megy be abba az udvarba, ugyanis nincs parkolási lehetőség, nem tud megállni, nem tudja elvégezni a dolgát. Ott van ugye a boraital kereskedés, a cukrászüzem, a kenyérbolt. Tehát annyi kérésem lenne, hogyha lehet, hogy valamilyen úton, módon a út kezelőjével, hogy oda egy-két szaggatott vonalat a kapu irányába, hogy nem lehetne ott tenni, és innentől kezdve szabályossá válna mindenkinek az, hogy be tud oda menni. Ez az egyik. A másik pedig önkormányzati utakról beszélnék. A 2. választókerületben az elsőbségadás táblák borzasztó összevisszasága van. Azt szeretném, ha valamilyen módon lehetséges lenne fölülvizsgálni ezeket, és valamilyen rendet teremteni, ugyanis az iskolások az most már iskola utcába, egyik utcán elsőbségük van, másik utcán nincs elsőbségük, és úgy mennek az elsőbségadás táblánál is, mintha elsőbségük lenne, innentől kezdve ez borzasztó baleset veszélyes. Valamilyen megoldást kellene erre találjunk, és ez sajnos szerintem ez a mi ügyünk, illetve a gyermekeink védelmében ezt mindenféleképpen át kellene gondolni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. További kérdés, interpelláció. Dr. I. és Mária. Köszöntök én is minden megjelentet. A Széles utcában működik egy vállalkozás, és a vállalkozás főnöke többször jelzett, hogy amikor a szennyvíz nyomócső kiépítése történt, a bejárója fel lett bontva, és ez még nem lett helyre állítva, és az lenne a kérdése, hogy van-e remény, és ha igen, akkor mikor a helyreállításra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, interpelláció. Tóth Imre képviselő úr. Az előző percekben 2 interpelláció, mind a 2 korábban Sárosi képviselő adta be, elfogadásra került, de szerintem maga a tárgy elfogadhatatlan örök időkre, ezért magam részéről szeretném újra aktualizálni. Ebből az egyik a Sarkad doboz közút fejlesztése, amely persze nem önkormányzati út, ezért a parlamenti képviselőhöz való fordulás határoztatott el. A választ egyelőre elfújta a szél, noha május
11-e táján talán elment ez a felhívó levél. Én magam is a parlamenti képviselő úr felé üzennék, hogy míg Sarkadi parlamenti képviselője volt ennek a választókörzetnek, elnézést kérek, személyeskedhetek önmagammal szerény személyemben, addig 20 milliárdos négysávos fejlesztés történt meg a Gyula Békés Csabai, de a gyulai külterülethez kötődően, és a gyulai elkerülő út egyik fele, ez egy 1 milliárdos nagyságrendű program volt, és akkor épült meg állami út, állami úttal, alma-almával összehasonlítva, és nem elfogadható ez a Sarkaddobozi út állaga, de szeretném hozzátenni, hogy akik esetleg itt, mint helyi vezetők Gyuláról járnak át, igen életveszélyes körülményeket élnek át, no persze velünk együtt, hiszen a Sarkad táblától a minimum a Fekete-Körös hídjáig, a mostani nagy esők mutatták a hosszanti tartós vályúzási problémákat, amikor megtelik esővízzel. Szeretném hozzátenni, hogy rendkívül gazdag az a körforgalom, mi ott a Pityuféle dobozi sarkadi kereszteződésnél, tehát miben gazdag? Gyomban. Itt ezt ismerik. Tessék megnézni Orosházánál, Szegednél, állami fenntartású körforgalom, körforgalommal összehasonlítva. Ott más botanikai felkészültség és hozzáteszem igényszínvonal is van. Mi lenne, ha mi is idáig süllyednénk idézőjelben, botanikai ismereteinkben, illetve szívesen ajánlanánk azok figyelmébe, tele vagyunk közmunkásokkal. Az a 90-ből 3 kivételével mind rendbe rakhatná a közút segítségével. A másik a Sárosi Mátyás úr által a kábeltelevízió dobozok és egyebeknek, ott ő a légvezetéket is említette. Ha valaki úgy jobban meghanyatlana velem szemben ülő sorban, a Fairbonex-ig kilátna, és ugyanakkor a Szalontai utca, Veres Sándor utca, itt a nyugdíjas ház környéke, Zsarói utca, Kossuth utca, Gyulai úton, szanaszét vannak rugdosva, nem a tegnapi események, hanem már hetek óta, hónapok óta úgy vannak. Erre nem szabad elfogadni ezt a választ, amit írtak, hogy felveszik a kapcsolatot az önkormányzattal, tehát kik a tulajdonosok. Tehát ez nem kapcsolatépítési programra való meghívás és észrevétel volt a UPC irányába, hanem a saját vagyonuk, tulajdonuk, kiskertjük gondozására való felhívás és kötelezés. Lépjünk ebben a két dologban a megfelelő irányba ismét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még kérdés, interpelláció? Ha nincs, akkor ezek körét lezárva, először én válaszolnék néhány gondolatban, majd osztályvezető úr. Nem tudom, a rendőrkapitányságról szerint itt van-e valaki? Sajnálom, pedig mi a meghívást nem mulasztottuk el. Ez nem az első eset már, legutoljára ugye, amikor Stenger úr közvetítésével kaptunk megint két újabb gépkocsit, amelyeknek ugye a sorsáról a jövőben fogunk majd dönteni, ahogy megtörténik a honosítás, illetve a papírok le lesznek rendezve, de minden esetre önkormányzati tulajdonba kerültek. Akkor is meghívtuk erre az ünnepségre a kapitányság képviselőit 11 órára, majd fél egykor megkérdezték a Stancs Józsefet, hogy hova kell menni. Ő pedig mondta, hogy már sehova, mert 11-kor volt, tehát holnap se kell jönni testületi ülésre, mert ma volt. Minden esetre egy levelet fogunk írni természetesen, hogy legyenek szívesek odafigyelni a múzeum térre vagy rendezvény térre. Azért zárójelbe teszek egy szomorú példát név nélkül, és ugye magamat is, meg a képviselőtestület tagjait is, mint tulajdonosi jogokat, gyakorlókat, óvnom kell a rongálókkal szembeni fellépéstől, ugyanis Sarkadon történt már olyan eset is, hogy egy velem egyidős fiatalember kocsija kint állt a saját ház előtt, majd jöttek a fiatalok, akik lehet itt is erősködnek a rendezvénytéren. Aztán úgy, ahogy van, lerúgták a visszapillantó tükrét, nem egy olcsó mulatság. És hát a fiatalember kicsit felmérgelte magát, és véletlenül az egyiket, vagy nem annyira véletlen, egy picit meglegyintette, felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A fiatalok pedig semmit. Ez a mai magyar valóság, úgyhogy óvatosan a rongálókkal. Ugye Mitko Pál úr egyik felvetésére, illetve kettőre is reagálva, teljesen igaza van abban, hogy
A Magyar Közúttól már én is kértem, de most kérem osztályvezető urat, hogy levélben nyomatékosan kérjük az útburkolati jelek felfestését. Itt is kaptunk ám nagyon komoly kincstári választ a megyei vezetőtől, amikor kistérségi beszámoló kapcsán is én felvetettem, hogy mégiscsak bosszantó, hogy mi nagyon sok millió forintból helyettük a sarkadi lakosok érdekében gyalogos átkelő helyeket építünk, pályázatból vagy éppen önerőből, nekik egy feladatuk van, hogy ezt a 6 darab csíkot fessék már fel. Nem sikerül, egy Istennek se. Se elsőre, se másodjára, se harmadjára. És amikor ugye ezt felvetem, akkor elmondják, hogy hát itt bizony komoly országos közbeszerzési szabályok vannak, aminek a lefutási ideje úgy szokott lenni, hogy elindítják tavasszal, télre lefut, télen meg már senki nem vállalja, hogy felfestik. Tehát egyébként én gratuláltam ehhez a kitűnő hozzáálláshoz, viszont ennek ellenére kérnénk szépen, hogy írásban lehetőleg pótolják. Az, hogy mondjuk a közlekedési lámpákat kitörik, hát azzal igazából nem tudok mit kezdeni, én érdekes módon nem töröm ki egyszer se, meg a testület tagjai se, meg a sarkadiak zöme, tehát nyilván aki ezt így kitöri, azzal az emberrel is van némi probléma. Még szerencse, hogy nem embereket üt el, hanem a lámpával találkozik. Úgyhogy itt mindenféleképpen jelezni fogunk. Legfeljebb azt fogjuk jelezni, hogy ott a Bora udvarnál viszont spórolhatnak a festékkel, áttérve Olá János képviselő úrnak a interpellációjára. Nyilván itt azért vannak jogszabályi közlekedésbiztonsági előírások is, hogy mondjuk lápás csomópontnál a záróvonalnak mekkorának kell lennie. Nyilván, hogyha van rá mód, akkor kérjük, ha nincs, akkor igazából ugye a jogi szabályzást fölülülni mi magunk sem tudjuk. Az elsőségadás táblák kapcsán azt mondom, igen, sok ilyen helyzetet örököltünk Sarkadon az elmúlt évtizedekből, és mivel önkormányzati utakról van szó, a mi kompetenciánk, ilyen például ugye a Bercsényi utcára is, akár a Széchenyi utca, akár a Nagy Kálmán utca találkozásáról beszélek, az egyiknél így van az elsőbség, a másiknál úgy van. Nyilván ebbe be kell vonni az önkormányzati szakembereken túl adott esetben a rendőrséget, sőt partnerként a közutat is, hogy kinek mi a véleménye, és nyilván helyszíne válogatja ezt a történetet. Nem egy egyszerű ügy. Gondoljuk bele abba is, hogy évtizedes szokások alakultak ki. Most innestől kezdve, hogyha ezen is változtat az ember, akkor lehet, hogy éppen abból lesz a baleset. Nem lehet tudni, de nyilván azt gondolom, hogy kell róla beszéljünk, úgyhogy nyilván osztályvezető úrék rövid időn belül megszerveznek egy ilyen tanácskozást, ahol majd hívjuk képviselő urat is. Ez rendben van. A Városszépítő Egyesület felvetését értem, tehát nyilvánvalóan jelezte képviselő úr is, hogy ezt a emléktáblát nem ez a testület helyezte ki, hanem még az előző polgármester úrnak volt egy civil kezdeményezésre ez a gondolata. Sajnálom, hogy akkor nem merült fel ugyanazok részéről, hogy méltatlan az a helyszín, ahova ő maguk helyezték el ezt a táblát. Nyilván most majd megnézzük, hogy mi a történet lényege. A dr. I. és Máriának teljesen igaza van. Én azt gondolom, hogy többször jelezték már a kivitelezőnek. Hétfőn fog hozzám 9 órára jönni a kivitelező regionális vezetője, igazgatója, éppen garanciális egyéb munkák kapcsán. Ezt és más problémákat is természetesen szóba is fel fogom nekik vetni, de osztályvezető úr mindjárt elmondja az ezzel kapcsolatos dolgokat. Tóth Imre képviselő úrnak teljesen igaza van, ugye sarkad és dobozt összekötő út, főleg ugye a Pityútól doboz irányába vezető szakasz síralmas állapot, ugye elmondtuk többször, hogy állami út, nem önkormányzati, mi nekünk annyi pénzünk sincs, hogy a sajátunkat örülünk, hogyha rendbe tudjuk tenni, nemhogy az államét. Én azt gondolom, hogy ez a nemes lelkűség, amikor annak idején a sarkadi országgyűlési képviselő Gyula meg Békés Csaba körüli útépítésekbe tüsténkedett, az nem biztos, hogy megtérült, és nem biztos, hogy hálásak voltak ezért. Sokkal jobb lett volna, hogyha a sarkadi képviselő a sarkad irányába vezető útat építette volna meg akkor, még akkor is, ha azt mondták volna rá, hogy önző, de a jövő az bemutatta volna, hogy bizony kell néha minden szennek, hogy a maga felé hajoljon a keze, és akkor most az az út rendben lenne. Én azt kérem egyébként, hogy országgyűlési képviselőnek szó szerint, amit képviselőt javasolt, azt küldjük meg a felvetésekkel egyetemben. A gyomban gazdag körforgalmat, azzal pedig kínáljuk meg annak a gazdáját, a magyar közutat, hogyha már a csíkokat húzzák, akkor húzzák abba az irányba is
már a gyomtalanítás mentén. És hát a kábeltelevízió szétrugdosott ládai kapcsán pedig kérem osztályvezető urat, hogy írjunk egy levelet, nyilván ne abba a felfogásba, hogy tisztelt szolgáltató, tisztelettel jelentjük, hogy a sarkadiak az önök tulajdonában lévő lábdákat, ugye megint a rongáló fiatalok, vagy éppen nem fiatalok, szanaszét rugdosták, ezért legyenek szívesek pótolni, hanem nyilván más nyelvezetbe, de tényleg kérve, hogy ezeket a történeteket pótolják. Ugye tudjuk, hogy ez is sajnos nem önkormányzati kompetencia, saját tulajdonukban van minden, de hát ennek ellenére kérjük és kérnünk kell, hogy tegyék rendbe ezeket az eszközöket. Kérdezem osztályvezető urat, hogy kíván-e még valamire reagálni, maradt-e ki valami. A WC probléma talán május 1-én, irodavezető úr röviden erre, hogyha reagálna, hiszen a ti fenntartásotokban van a... Tisztelt képviselőtestület, nem improvizálunk. A befogadó képesség annak a vizesboknak annyi, az nem változott, és véletlenül a jövőbe se fog nőni. Ennek ellenére az idei közmunka programba, ha jól tudom, mi már beterveztünk egy mobil vizes blokkot, egy mobil WC-t, de ez konténer. Tehát nem azonos ez a szokásos toi-toi féle változattal, az olyan, amilyen, inkább azt mondom, méltatlan, hanem ez egy korszerű, női-férfi szakaszra ellátott vízzel, biztos áram lehetősége biztosított konténer. Nyilván ennek megy most a beszerzési árajánlatok bekérése. Terveik szerint nyilván ezt majd felülírhatja az a folyamatban lévő pályázati lehetőség, amíg egy része ezt a területet is megcélozza. Tehát azért át kell jól gondolni, hogy hova tudjuk letelepíteni ezt a mobil konténer WC-t, hisz ha azok a pályázatok a szába szökkennek bizony, akkor teljesen átírja például a május 1-i rendezvényünknek a helyszínét. Tehát elég sok tényezős dolog ez, de lesz egy ilyen mobil konténer WC-nk, és ez természetesen, mivel hogy mobil, bárhova fel lehet majd állítani és üzembe lehet helyezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát nyilván azért felülvizsgáljuk azt is, hogy ott azzal mit lehet kezdeni, hogyan lehet továbbfejleszteni. Igen, rengeteg épületet fogunk odaépíteni, hogyha majd sikerül mondjuk a tanuszoda beruházás, vagy a városi sportcsarnok, nagyon sok minden átrajzolódik ezen a területen, már pedig ugye a kormány döntött arról, hogy tanuszoda fog épülni sarkadon, és talán jövő évben az alapkőletétel meg is fog történni. Azonban azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milliószor hangsúlyoztuk, de tényleg milliószor, a helyi lapon keresztül is, közmeghallgatási színes újságban és külön cikkekben is, hogy éppen a képviselőtestület együttműködve Horgász Egyesülettel is gyönyörű vizesblokkot hozott létre az Édentó szélén. Tehát nyilvánvalóan én azt tudom mondani, hogy nem tudunk és nem is akarunk egyébként mindenhol a WC-ket építeni, főleg nem, hogy a WC-k városa legyünk, de azért, hogyha valaki akarja, meg tudja találni ezeket a lehetőségeket. Nyilván azt nem tudjuk biztosítani, hogy 2 méteren belül mindenki találjon ilyen lehetőséget, mert az nem lenne jó megoldás. Én azt gondolom, hogy következő május 1-ére bőven át tudjuk tekinteni, hogy ott a piacon a WC felületet hogyan tudjuk és kellene fejleszteni. Ha pedig akként döntünk, hogy azt nem biztos, hogy érdemes lenne, akkor pedig további vagy mobil konténer, vagy egyébként ilyen jellegű felülettel meg tudjuk oldani ezt a problémát. Ennyi volt az interpelláció köre, ugye lesz egy csomó írásbeli megkeresés, és akkor nyilván következő ülésre ezeket hozni fogjuk. Mivel további interpelláció nem volt, és le is zártam azok körét, így mehetünk tovább, és köszönöm osztályvezető úrnak. A következő pontra 6/B, tájékoztató a mezőgazdasági munkák helyzetéről. Nagy szeretettel köszöntöm Borbély Andorné köztisztviselőt, fő mezőgazdászunkat, illetve szeretném megemlíteni, ugye, hogy Bakó Gyula, illetve Balog Imre is oroszlán részt vállal ebbe a feladatba. Ennek alapján készült egy anyag. Kérdezem Borbély Andornét, hogy kíván előzetesen kiegészítést tenni. Várja kérdéseket. Van-e tehát hozzászólás a képviselőtestület részéről? Tóth Imre képviselő úr. Egyetlen kérdés. A munkaerő és a foglalkoztatás az több napirenddel is érintett volt. Itt sem hagyható ki.
Tudjuk, hogy a mezőgazdasági kultúrában a nagyüzemi gazdálkodás gépesítettsége, annak növekedése arányosan csökkenti a foglalkoztatottak körét. Ennek következtében csak az intenzív kultúra, növényi kultúrák, úgy mint kertészet, de lehet az szabad, vagy földi, vagy fóliás, ebbe az irányba a foglalkoztatási szükségletekre is figyelemmel, hogy ítéli meg a szakember, az előterjesztő Borbély Andorné, hogy van-e lehetőség bővíteni az intenzív gazdálkodási kultúrát ugyanezen keretek között? Tehát itt, ezeken a földterületeken, ezekkel az emberekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Sárközi Sándor. Az lenne a kérdésem, hogy azokat a nagyértékű gépeket minden esetben képzett szakemberek vezetik, itt a John Deere meg ilyenekre gondolok. Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor Borbély Andornét kérem válaszoljon a kérdésekre. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait és az ülésen résztvevőket. Tóth Imre képviselő úr kérdésére tudom azt mondani, hogy minden évben folyamatosan bővítjük az elvetésre kerülő növények fajtáját. A 2016 évben új a kendermag termesztés, amely szintén jelentős kézi munkaerő alkalmazására lesz szükségünk. A kendermagot úgy termeljük, hogy bizonyos sorokat, természetesen az apasorokat ki kell vágni, ezekre csak kézi munkaerőt tudunk igénybe venni, illetve egy hektáron cirkot termelünk, amelynek a feldolgozása a tél folyamán a közfoglalkoztatottak bevonásával fog megtörténni. Tehát igyekszünk minden évben új növényfajtákkal bővíteni a termelést. A szakembereknél azt tudom mondani, hogy az állandó dolgozók mindegy egyes tagjának a végzettsége, illetve a gép kezeléséhez szükséges vizsgabizonyítványa megvan. Jó, van-e még hozzászólás bárki részéről? Murok Ferenc képviselő úr. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem akartam kérdezni, de viszont ha nem kérdezem meg, akkor rám szólna. A következő kérdésem, hogy közmunkaprogramban dolgozók délután, éjszaka dolgozhatnak-e? Nem. Köszönöm szépen. Nem is vonjuk be őket. Jelen pillanatban is megszerveztük az öntözést. Az öntözés a csapadék előtt úgy történt, hogy 8 órában reggel 6-tól 2-ig kettő közmunkás végezte az öntözést, akinek természetesen a végzettsége megvan, illetve beosztásra kerültek délutáni műszakba kettő fő állandó dolgozó. Tehát arra mindenféleképpen ügyelünk, hogy úgy szervezzük meg a munkát, hogy a közfoglalkoztatottak napi 8 órába és a délelőtt és a délutáni munkavégzést tudják végezni. Munka 4 óra után őket nem vonjuk be a foglalkoztatásba. Tehát akkor vehetem úgy, hogy a tegnap éjszakai napján se? Nem. Köszönöm. Nem is dolgoztak éjszaka. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy egyre fontosabb ez a tevékenység, hiszen amint mindenki látja, ugye, és tudja, hogy feladatalapú finanszírozás van, szerintem ebben nagy változás nem is lesz, ezért keresni kell minden önkormányzatnak a kitörési pontokat, és Tóth Imre képviselőtársam is mondta, hogy nagyon fontos a munkahelyteremtés. Ahogy az önkormányzat elkezdte a mezőgazdasági munkákat saját berkein belül végezni, és ugye a földeket szépen a bérletekből visszavette, most már nem adunk ki bérbe semmit, így egy jelentős létszámú, főállású mezőgazdasági csoportot tudtunk létrehozni, ez számos munkahelyet is teremtett, amellett azért látjuk, hogy mondjuk éppen ebből az anyagból visszaköszön, hogy 72 hektáron őszi búzát, 63 hektáron napraforgót, kukoricát 34 hektáron, van zöldség, termesztésünk 12,5 hektáron, kender, cirok, és nem sorolom tovább.
És hát ez nagyon-nagyon sok embernek ad munkalehetőséget, az önkormányzatnak pedig bevételt, és a különféle közfoglalkoztatási programokkal összekapcsolva, én azt gondolom, hogy jóval 100 millió forinton felül lehet már az az összgépállomány meg berendezés, ami az elmúlt időszakban és az elmúlt években beszerzésre került. Nyilván még mindig vannak olyan területek, ahol bérmunkát kell, hogy igénybe vegyünk, de ez egyre kevesebb, és hát a jövőben is az a célunk, hogy ezt a tevékenységet terjesszük ki, és a úgynevezett növénytermesztésről vagy szántóföldi feladatokról kicsit térjünk át az állattenyésztés irányába is. Ugye ebbe is vannak törekvések, és én azt gondolom, hogy ez a történet így lesz majd teljes. Mivel van még egy Tóth Imre képviselőtársam. Tisztelt képviselőtársaim, teljes az összhang közöttünk, hogy ennek a tevékenységnek hát van erősen jövője, mert hogy jelene is van. Múltja nélkül, hogy 10-15 évvel ezelőtt pedig 300-350 hektárt elindítottunk, nem lehetne mire építeni. Ez így helyes, hogy téglát téglára kell építeni, csak mindig magasabbra. Én a magam részéről ezért úgy gondolom, hogy érdemes pályázatokkal segíteni ezt az ágazatot, különösen a gépfejlesztés. Én jónak tartom azt a döntést, hogy önálló telephelyet kapott, visszaigazolta ennek perspektívája növekedése, még azt is lehet, hogy ki fogják nőni. Másrészt pedig Len egy nagyon nagy eredménynek tekintem minden viszonyítási pont kérdése. Többen szóba szokták hozni, én magam sem vagyok kivétel, a közmunkaprogramnál az úgynevezett közmunkakerülési szisztematikus programokat magas összeggel, amit önkormányzatilag is, államilag is szervezünk. És itt azért jó találni, és nem mindig a negatívumot kell keresni, de azt a jobbítás érdekében nem lehet nem észrevenni. Itt ezen a területen viszont, minthogyha ugyanazon közmunkások köre, kézben lenne tartva, és nagyobb lenne az eredményesség, a hozzáadott érték, a munkafegyelem. Szerintem ez visszacsatolódik, és mindig jobb irányba megy. Ez valószínű, hogy mintaszerű lehetne más közmunkás foglalkoztatási ágazat esetében is. Én biztos, hogy csak elfogadásra tudom javasolni ezt, és láttam, magam is gazdálkodom néhány hektáron, és látom, amikor az önkormányzati földeken a volt erdőtelepítéseknél, illetve a jelenlegi szabadművelési ágazatoknál a Baukó Gyula, Balogh Imre is, hát feltétlenül Borbély Andorné irányította a team munkálkodik, pozitívak a visszajelzések. Köszönöm. Van-e még a testület részéről hozzászólás? Ha nincs, akkor zászlóként Borbély Andorné parancsol. Zászlóként csak annyit szeretnék kihangsúlyozni, hogy aki végigolvasta az anyagot, az szembesülhet vele, hogy 2016 év tavasza az az első tavasz, amikor a talajmunkákat, a vetést, a növényvédelmet úgy tudtuk megoldani, a munkákat úgy tudtuk elvégezni, hogy bérmunka igénybevételére nem került sor. Ezzel az önkormányzat részére költségmegtakarítást értünk el. Én jelen pillanatban szeretnék köszönetet mondani polgármester úrnak, illetve a képviselő testület tagjainak, hogy az elmúlt évben támogatták a gépbeszerzésünket, amelynek haszna első évben most realizálódott. És én kérném önöktől azt a támogatást, hogy az elkövetkező időben beadásra kerülő pályázatokon megvásárlásra kerülő gépek megvásárlását is továbbra is támogassák. Köszönjük szépen! Humorosan felkérjük dr. Vas György alpolgármester urat, hogy Stengel úr irányába közvetítse, hogy már csak egy kombány hiányzik a történetből, és akkor minden rendben van. Mivel további hozzászólás nem volt, megköszönve mindenkinek, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, Borbély Andornének, Balogh Imrének, Bakó Gyulának, minden kedves főállású és közfoglalkoztatott kollégának, aki ezt a tájékoztatót elfogadja, kérem készfeljutással jelezze. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Következő napirendi pontunk a 6 per C, az Édentó 2 környezetének művelési ág módosítása és belterületbe vonása. Kérdezem Kővári Arnold osztályvezető urat, akit sokan főosztályvezetőnek titulálnak már, tehát valamit tudnak, de én nem bánnám, ha itt maradna osztályvezetőként nálunk, hogy van-e
kiegészítése? Nincs. Van-e hozzászólás bárki részéről, tisztelt képviselőtestület? Nincs. Nyilván ez a pályázatokhoz szükséges, és végre rendeződik ennek a helyzete is. Aki tehát a határozati javaslatot elfogadja, nyilván a támogatja verzióval a kettest, azt kérem kézfenyítással jelezze. 11 hangú igen. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Következő napirendi pontunk szintén egy pályázathoz kapcsolódik. A 6/D önkormányzati tulajdonú zárt kert művelési ág változtatása, hogy itt a pályázatok kapcsán még nem soroltuk fel, de Békés városával elég jó kapcsolatot ápolva, hiszen azt gondolom, hogy a szomszédos településekkel való jó kapcsolat vihet bennünket előrébb. Ebből is látszik, hogy egy fejlesztési lehetőséget kapunk a Génopon keresztül, és ehhez kell bizonyos feladatokat elvégezzünk. Osztályvezető úrtól kérdezem, van-e kiegészítés? Nincs. Van-e hozzászólás a testület részéről? Nincs. Nyilván itt a vízi turizmus alapjait próbáljuk lerakni. Én azt gondolom, hogy a körösök szépsége nagyon sok mindenki számára okozhatnak majd kellemes időtöltést, a fiataloktól a felnőttekig egészen, de adott esetben a nyugdíjasokig. Már vannak túrakenőink, illetve ennek a pályázatnak a keretében további beszerzésre teszünk javaslatot és intézkedést. Aki a határozati javaslatot elfogadja, az azt támogatja, kérem készfenyítással jelezze. 11 hangú igen. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyünk. Következő a 6/E napirend önkormányzati tulajdonú berendezés értékesítése. No, itt nem valamiféle vagyonfelelésről van szó, hanem arról, hogy ugye az új szennyvíztelep kapcsán bizonyos eszközök teljesen feleslegesre és használhatatlanná válnak, és ugye az Alföldvíz ZRT, mint egyébként a mi tulajdonunkban lévő társaság szeretné ezt megvásárolni többért, mint annak a nyilvántartott értéke. Kérdezem osztályvezető urat, kíván-e kiegészítést tenni? Nem. Testület részéről hozzászólás van-e? Ha nincs, aki támogatja a határozati javaslatot, kérem kézfenyítással jelezze. 11-1, igen. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Következő napirendi pontunk a 6/F, tehetséges sarkadi fiatal támogatása. Mindig örülök annak, amikor a képviselőtestület ilyen kérdésekbe tud dönteni, hiszen bár nem alapfeladatunk, de hogy a civil szervezeteket támogatjuk, a lakosságot támogatjuk, például iskolakezdési támogatással, vagy első lakáshoz jutók támogatásával, és még sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tehetséges sarkadi fiatalok tehetségének a kibontakozását is elő tudjuk segíteni. És a Burás Anna Mária egy olyan kiváló fiatal úszó, versenyúszó, aki már nagyon sok mindent letett az asztalra, és én azt gondolom, hogy a jövőbe még inkább fog, hiszen az anyagból is látható, hogy milyen eredményeket ért el, illetve arra is, hogy komoly esélye van arra, hogy beválogassák a jövő évi junior világbajnokságra, hiszen még az életkorát tekintve junior és nem felnőtt, de egyszer lesz még majd felnőtt is, és hát ha majd mondjuk éppen világbajnokságon, Európa-bajnokságon vagy olimpián sarkadi úszót láthatunk. Én azt gondolom, hogy nem szabad kishitűnek lenni. Amikor a Szellő Imrét támogattuk, sokan még szkeptikusak voltak. Ma már elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben az év profi boxolója címet nyerte el, és az összes mérkőzését eddig mindent megnyerte. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jövő áll előtte is. De hát például fiatal díjugratót is szoktunk támogatni, vagy éppen a középiskola röplabda csapatát, és így tovább, akik tudjuk, hogy országos diákolimpián értek el nagyon-nagyon előkelő ezüst, azaz második helyezést. Most pedig 90 000 forintnyi támogatásra lenne szükség annak érdekében, hogy egy úszódresszt vásároljanak a versenyekhez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hozzáállás lehet. Nem felejtettük el annak idején pár hónappal ezelőtt, amikor a megyei hírlap köszöntötte a megye sportolóit, a kislányt ide is meghívni és az önkormányzat nevébe egy emléktárgyat átadni számára a nagy nyilvánosság előtt. Mint ahogy szeretném elmondani azt is, sokan nem tudják, egy másik ifjúsági sportolónk, a Bér Jászmin korosztályába
az országos ranglista első helyén áll teniszben. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos értékek, amire büszkék kell legyünk, és segítenünk kell ezeket a fiatalokat, ahogy tudjuk. Kérdezem, hogy hozzászólás van-e bárki részéről? Hogyha nincs, aki a határozati javaslatot támogatja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 11-1 hangú, igen. Köszönöm szépen, ellenpróbát nem kell tegyek. Következő napirendi pontunk a 6/G. Gyermek és ifjúsági tábor biztosítása tárgyában a szükséges döntés meghozatala. Jegyzőasszony készítette elő az anyagot, kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Kérem, hogy a tisztelt képviselőtestület egy másik határozati javaslat tárgyában is döntsön lehetőség szerint pozitívan. A tegnapi napon érkezett a Sarkadi Vállalkozók Egyesülete 66 részéről egy kérelem. Szintén ingyenesen kérik biztosítani a gyermek és ifjúsági tábort. Május 28-án szeretnék ezt igénybe venni a itt megrendezésre kerülő rendezvényükhöz. Tehát kérjük, hogy mind a Horgász Egyesület, mind a Sarkadi Vállalkozók Egyesületének kérelmét pozitívan szíveskedjenek elbírálni. Kérdezem, hogy hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor aki immár a két határozati javaslatot támogatja, kérem készfelnyitásra jelezze. Köszönöm szépen. Egyben szeretném megjegyezni, hogy mivel az előző anyagnál láthattuk azt, hogy az ökörörményi szabadstrand kapcsán egy újabb kemping kerül kialakításra, így a jövőben már a két kempinget együtt kezelve, a túraútvonalakkal együtt, hiszen a topon belül is számos ilyen fejlesztés van, a műszaki osztályhoz fog átkerülni ennek a létesítménynek a kezelése is, és a jövőben nyilván a fenntartási költségekre is tekintettel inkább azt mondom, hogy januártól, hiszen még ebbe az évbe adtunk precedenst az előző évhez viszonyítva is. Én azt gondolom, hogy jövőre el kellene menni a gazdasági szemléletű hasznosítás irányába, és ebbe nyilván mindenkitől megértést kérünk, hiszen azt gondolom, hogy ezeket a létesítményeket, ha nem is feltétlenül minden esetben gazdaságosan, de legalább nullszaldósan jó lenne üzemeltetni, hiszen ez a célunk, tehát nyilván ez az év még egy ilyen év, de jövőre idézőjelben be fogunk keményíteni. Nyilván nem szándékunk, illetve más támogatási formákat is meg fogunk keresni az egyesületek irányába, de nem lehet az a célunk, hogy mindenki mindent ingyen kérjen, mert ez nem is az a célom, hogy én bevételt teremtsek ebből feltétlenül, de azért az a célom, és az kell legyen a közös célunk, hogy a fenntartási költségeket tudjuk megteremteni, és azt csak úgy tudjuk, hogyha a fenntartási költségeket elkérjük azoktól, akik igénybe és használatba veszik. Következő napirendi pontunk a 6/H. Az önkormányzat 2016 évi közbeszerzési tervének elfogadása, osztályvezető úr készítette elő, kérdezem, hogy előzetesen kíván-e? Igen, parancsolj. Ezen tárgyban megszokhatta már a tisztelt képviselőtestület, hogy aktualizálásra kerül alkalomattán a közbeszerzési terv. Most egy külső szakértő bevonásával került átvilágításra a korábban elfogadott tervünk, és néhány hiányosságot, néhány hibát, illetve néhány módosítást javasol javítani, eszközölni, bevezetni a szakértő. Ezt tartják most a kezükbe, tehát kérem, hogy ezt mint eredeti előterjesztést és eredeti közbeszerzési tervet elfogadni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e? Nincs, akkor szavazhatunk, aki a közbeszerzési tervet elfogadja. Kérem készfelnyújtással jelezze. 11-1 hangú, igen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a 6/I, állásfoglalás a Magyarországot érintő kényszer betelepítésről. Ugye többször foglalkoztunk már ezzel a témával különböző szempontok mentén. Én azt gondolom, hogy egyre inkább érik az, hogy az Európai Unió bizonyos tisztségviselőivel szemben igenis ki kell állni a nemzeti ügyünk mellett, hiszen nem lehet az a cél, hogy valakik kényszerrel ránk erőltessenek olyan migránsokat, akiket mi Magyarországon nem szeretnénk fogadni. Ezzel kapcsolatban nagyon sok hit és tévhit van. Éppen az elmúlt hétvégén a
belvárosi református egyháznál, a belvárosi esték keretében dr. Tőkécki Lászlónak volt egy nagyon jó előadása. Én is részt vettem ott, és nyilván résztvevőket, illetve az előadókat is, Esperes urat, Lelkész urat, közösséget köszöntöttem az önkormányzat nevében is, és néhány gondolatot hozzáfűztem a felvetődő migrációs kérdésekhez is, és hogy hogyan tovább ugye keresztény Európa. Amikor mondjuk éppen Németországról, Franciaországról vagy Angliáról gondolkodunk, eszünkbe jut a középkor, meg az erős nemzetállamok ugye az újkorban. Aztán szerintem itt az ideje, hogy elmondjuk az embereknek, és erről volt szó itt a belvárosi református esték keretében is, hogy ébresztő emberek. Sehol nincsenek már a nemzetállamok. Amikor Londonnak muzulmán polgármestere van, amikor Brüsszel lakosságának 25%-a arab és muzulmán vallású, amikor Marseille-be nem lehet bemenni, illetve számos európai nagyvárosba, mert több száz azoknak a no-go negyedeknek a száma, ahol már maguk a hatóságok sem vállalnak felelősséget az állampolgárok biztonságáért, akkor már nem biztos, hogy a szemünk előtt kell lebegjen az a homály, hogy nagy nemzetállamok, meg keresztény Európa, nem beszélve arról, és ez megint statisztika, és nem én hamisítottam, meg nem is Churchill, ahhoz, hogy egy ember reprodukálja magát, ugye a szaporodási rátának 2,1-nek kell lenni, hiszen férj és feleség, hogyha csak két gyereket nemzenek, vagy hoznak a világra, akkor éppen magukat reprodukálták, attól nőni még nem fog a, mondjuk éppen a magyarság, vagy a keresztény Európa. Ha 1,6 már pedig ennyi a szaporodási ráta, akkor pedig egyértelmű látható, hogy Európa azon túl, hogy előrekszik, fogy is. Ezzel szemben az arabok és a muzulmánok szaporodási rátája 3,2. A börtönbe betöltött arányuk Nyugat-Európában a lélekszámokhoz képest háromszoros. És én azt gondolom, hogyha ezeken, csak ezeken a számokon valaki elgondolkodik, meg azon, hogy ezek a közösségek, mivel meg fogják tartani a vallásukat és a kultúrájukat, soha nem fognak beintegrálódni Európába, nem is véletlenül, és nem akarok már messze menni, szerintem tudatosan szervezték ezeket a óriási migráns hullámokat Európába. Nyilván különbséget kell tenni migráns és migráns között. Van, aki olyan területről jön, ahol valóban háború van, és üldözik őket, stb. Ezt megértem. De a többség nem ilyen, és nem erről van szó. Itt valami teljesen más jellegű folyamatról van szó, és hogyha Európa nem ébred föl, és továbbra is ott lebeg a fátyol a szemek előtt, és fel tudom hozni Aradot példának, ugye magyarság, Magyarország, meg Erdély, meg Párcium, körülbelül 10% a magyarság aránya. És így tovább. Tehát ugye az a gondolat, amit dr. Szabó Lászlótól is sokszor hallottunk, hogy Erdély is azért lesz, aki teleszüli. Európa is azért lesz. Innestől kezdve, hogyha ránk oktrojálják, hogy több tízezer ilyen embert fogadjunk be, akinek teljesen más a kultúrája. Azon kívül, hogy egyesek ugye szeretnek robbangatni is, ezek beigazolt tények, sajnos ugye Európába. Ma már nem beszélhetünk Európa nagyvárosaiba se biztonságról. Hiába mondják, hogy ilyen biztonság, meg olyan biztonság, nincs biztonság. És ugye mindig felmerül annak a kettősége, hogy szabadság és közbiztonság. És melyik irányba menjünk el? Na de amikor egyik sincs, se szabadság nincs, mert nem mehetek be se ebbe a városba, se abba, mert nem biztos, hogy élve kijövök. A másik, hogy egyébként biztonság sincs, akkor már nem nagyon van miről beszélni. Így azt gondolom, hogy a magyar kormánynak az az állásfoglalása, hogy nem kér abból, hogy brüsszeli bürokraták a nyakunkra telepítsenek olyan embereket, akik nem kötődnek Magyarországhoz, és nem azért jöttek, mert háborús övezetből jönnek, hanem valamiféle jobb életet remélnek egyrészt, másrészt pedig érdekes módon ugye mindenféle eszközzel és óriási készpénzzel rendelkeznek, amit persze az ember csempészek gazdagodását idézi elő, aztán mire ide érnek, már semmiük nincs.
El lehet képzelni, hogy a magyar szociális hálóra, az oktatásra, a kultúrára, a vallásra, és így tovább milyen hatással lesz. Én azt gondolom, hogy órák hosszát lehetne erről beszélni, meg kell is egymás között is, meg otthon is, mert ébresztő magyarok, senki nem figyel oda, aztán majd rá lehet csodálkozni a dolgokra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a határozati javaslattal nagyon sok település egyetért, én hallottam, hogy már nagyon sok településen meghozták ezt a határozati javaslatot, mi magunk is megkívánjuk hozni. Aztán ugye lesz népszavazás is az ügybe, én azt gondolom, hogy annak a kimenetele nem kétséges, de ha tetszik, ha nem, ki kell állni a nemzeti érdekek mentén, különben úgy el fogunk tűnni Európa süllyesztőjébe, meg teljes Európa, ami nem sikerült annak idején, ugye a török hódoltság idején, háborús időszakban, az majd ilyen a fene nagy demokráciába sikerülni fog. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki érti, hogy miről beszélek. Kérdezem, hogy hozzászólás az anyaghoz van-e bárkinek. Tóth Imre képviselő úr. Én ebben a tárkörben többször szóltam hozzá, és körülbelül ezt a hangvételt ütöttem meg a probléma méreteit illetően, de akkor olyanról volt szó, hogy ne tekintsük súlyosabbnak azt, ami van. Én azt javaslom, hogy nyugodtan mindig fogalmazzuk meg saját józan véleményünket, függetlenül attól, hogy fölülről hétfőn azt mondják, hogy A, kedden meg azt, hogy B, ugyanarra a programra, és alulról pedig feltétlen igazodást várnak ehhez. Tehát a polgármesteri bevezetővel szóról szóra, annak mértékével, indokával egyet lehet érteni, hiszen önállóan gondolkodó lények vagyunk. Akik velem együtt hallgattak ma reggel Kossuth Rádiót, egy egyetemi professzor ebben a tárgykörben nyilatkozott, hogy tulajdonképpen az unió jogállamisága megszűnt, és itt például Vas György és mások behatóan ismerik a német állapotokat, és tudjuk, hogy már évek ezelőtt is Frankfurt jelentős negyedeiben nem lehetett bemenni a németeknek éjjel, meg a rendőrök sem mentek be. Ma pedig a kötelezvény ellenére az ott élő török-arab nyelvű, és hát nem római katolikus és nem református vallású betelepültek, azok azt üzenik, hogy 30 év múlva már úgysem lesz ott német ajkú ember, ők a maguk részéről kösz, de nem kívánják a német nyelvet megtanulni. Na most ugyanez várható itt ránk, tehát a más példájából, bajából jobb tanulni, bár ezért bátorkodtam csak mondani. Ami a mai operativitás a Kossuth adó közvetítésében, hogy nem tudnak elszámolni a Vidoveni táborban, aminek a felszámolása nem fejeződött be, 3000 migránssal, mert hogy a titkosszolgálatok jelentették, hogy megélénkült az embercsempészet, és megindultak Magyarország irányába, nem feltétlenül a kerítéssel védett területek irányába, mert hát az átkelést nem szeretnék nehezíteni önmaguk számára. Csak idő, napok vagy hetek kérdése, hogy mikor érnek idáig, és reméljük, hogy nem érnek idáig Románia és más államokat érintve, hát megfelelő kezelésben lesz részük. Én biztos, hogy ezt az előterjesztést megszavazom, de egyetlen észrevételt még szeretnék tenni. Aggályos, hogyha Janusz arcúak vagyunk államilag vagy helyiek, tehát két arcúak. Mert ugyanakkor 16 ezer fő, akinek volt pénze, bevásárolta magát, a magyar állampolgárságát, jelentős összegeket fizetve a magyar államnak, a magyar állam pedig engedélyt adott a letelepülésre. 16 ezer fő az egyenlő, sarkat plusz doboz lakosságával, csak úgy ex-has és kerekített arányokban. El kellene dönteni akkor, hogy állami szinten is emberkereskedelmet folytatunk, vagy csak a bűnözői nemzetközi vonalaknak hagyjuk meg ezt a terepet. Nem biztos, hogy jó lenne ebben együttműködni, jobb lenne így vegytisztán, ahogy itt a határozati javaslatban is van. Hát magunkat mások rossz példájából tanulva menteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. További hozzászólás. Nincs, akkor szavazhatunk. Aki határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeljutással jelezze. 11-1 hangot igen. Köszönöm szépen. Ellenpróbát nem kell tegyek. Következő napirendi pontunk a 6/J számú napirendi pont. Tulajdonosi hozzájárulás megadása energetikai fejlesztésekhez. Ugye megint fejlesztésről van szó, és én azt gondolom, hogy ezzel a város, Sarkad városa gazdagodik, fejlődik. Előkészítette Kővári Arnold osztályvezető úr, övé a szó, hogyha kíván kiegészítést tenni. Nem kíván, tehát nyilván a járási hivatal
energetikai fejlesztéséről van szó. Tudjuk, hogy az épület tulajdonosai jelenleg még mi vagyunk, ezért kérik a hozzájárulásunkat ehhez a fejlesztéshez. Ugye minden észérv az diktálja, hogy ezt jó szívvel támogassuk. Kérdezem, hogy hozzászólás van-e bárki részéről? Nincs. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem készfenyítással jelezze. 11 egyhangú igen. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a 7-es egyebek. Ebben néhány gondolatot szeretnék elmondani olyan rendezvényekkel és programokkal kapcsolatban, amelyek előttünk állnak. És hát nagy szeretettel várjuk a testület tagjait is. Ugye előttünk vannak az óvodai ballagások. Már a holnapi nap kezdődik a Szalontai utcával. Majd ugye a jövő héten pénteken délelőtt Vasút utca, délután Efreskert utcai óvoda, majd pedig szombaton a Kossuth utcai óvoda ballagása szokott lenni. Nagyon szép ünnepségek, a gyerekek rengeteget készülnek, nagyon felemelő érzés látni azt a művészi előadást és azokat a programokat, amiket ők bemutatnak. Én jó szívvel ajánlom a testület minden tagjának. Most szombaton Városi Gyermeknap, ebbe köszönjük az óvodák segítő közreműködését, hiszen ők szervezik, viszont a város jelentős anyagi segítséggel és intézményi segítséggel járul ez a programhoz. Ettől neveztetik Városi Gyermeknapnak, tehát most szombaton megint szeretettel várunk mindenkit. Vasárnap lesz a második roma családi és gyermekmajális, erre a képviselőtestület minden tagja kapott meghívót. Következő ugye a trianoni megemlékezés, 4-én, ugye ez éppen szombatra esik, de hát mindent a napján illendő megtartani, ez nyilván nem ünnep nekünk, hanem megemlékezés, de örülnénk, hogyha a testület tagjai minél nagyobb számban jelen lennének ezen a programon. És még egy gondolat, ez már nem a mi programunk, jobban mondva program része is van, hiszen a legközelebbi testvértelepülésünk, akivel számos pályázatot bonyolítottunk le az elmúlt időszakban, és remélhetőleg fogunk még a város javára és gazdagodására, bevonva a helyi civil szervezeteket is, nevezetesen Nagyszalontán, 5-én vasárnap önkormányzati választás lesz. Ugye döntenek a polgármester személyéről és a képviselőtestület személyéről is. Én a anyagban is látható, hogy Nagyszalontára elmentem egy programra a Toldi Néptánc Együttes jubileumi bemutatója kapcsán. Fenomenális, amit művelnek egyébként, pozitív értelemben. Tehát nagyon-nagyon nagy élmény, egyszer majd megpróbáljuk sarkadni és elhozni őket, és szerintem ez sikerülni is fog. Ott is közvetítettem az önkormányzat köszönetét és támogatását polgármester úr irányába. Én nagyon bízok benne, hogy nyerni fog és töretlenül megy tovább ez a nagyon jó kapcsolat. És hát, hogy miért programok, mert Szalontán elég nagy rendezvény szokott lenni a Szalontai Napok. A helyi lapban ennek a programjai olvashatók. Most pénteken, szombaton, vasárnap nagyon értékes, tartalmas programok, koncertek lesznek. Az Ergótól a TNT-n keresztül egészen Dr. Albánig. Én javaslom a sarkadi fiataloknak, középkorúaknak, idősebbeknek is. Nincs nagy távolság, nagyon jól fogják érezni magukat ezen és ezeken a programokon is, vegyenek részt rajta, amennyiben tehetik. Kérdezem, hogy egyéb bejelentése van-e bárkinek. Ha nincs, akkor a ülés nyilvános részét azt lezárom. 1 perc technikai szünet, mindenkinek köszönöm a megtisztelő részvételt, a televízió nézőktől is illő tisztelettel búcsúzom, és akkor zárt üléssel folytatnánk szünet nélkül a munkát.